Húsvéthoz közeledvén a legtöbb piacon megjelennek a pelyhes kiscsibék, kiskacsák, meg a tapsifülesek. Ilyen kiscsibét, ilyen pelyhes kiscsibét akár már 150 forintért is lehet venni a gyereknek, hát miért ne tennénk, hogy örömet szerezzünk neki? Nem kell sokkal többet fizetni a tapsifülesekért is, és megvan az ajándékozás. Na de mi lesz ezután? A következő percekben mindenképpen a húsvéti nyulakról, a húsvéti nyulak megvásárlásáról, és ezeknek a nyusziknak a sorsáról beszélgetünk majd. Ezügyben keressük meg Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét. Azért, mert hogy az Egyesület Szegedi Központja ebben az esztendőben is próbál segíteni az ünnepek utáni kidobásra ítélt nyusziknak. Tehát ez azt jelenti, hogy húsvét után néhány hétig, egészen pontosan egy hónapig díjmentesen leadható az állatvédőknek minden megunt nyuszi. Hogy aztán hogy vehetik fel velük a kapcsolatot, és milyen teendői vannak azoknak, hát azért egy hozzátenném, hogy felelőtlen vásárlóknak, akik így döntenek, az majd kiderül a beszélgetésből. Kedves hallgatóink, akkor köszöntöm szeretettel a telefonvonal végén Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Mondtam, hogy húsvét tájékán, húsvéthoz közeledvén a legtöbb piacon megjelennek a pelyhes kiscsibék, kiskacsák, meg a tapsifülesek. Megjelennek, aztán gazdára lelnek, mert hogy a szülők ugye ránéznek, 150 forint egy kiscsibe, miért ne venné meg a gyereknek, vagy miért ne venné meg azt az aranyosan mosolygó tapsifülest, vagy aranyosan kukucskáló tapsifülest. Na de aztán mi lesz a sorsuk? Ugye a legtöbbnek az lesz a sorsa, hogy ráunnak, megunják, és kikerül. Esetleg a legrosszabb esetben dobozba, útszélre. Szomorú látvány ez. Az interneten gyakorta lehet találkozni ilyen látvánnyal. Nekem mindig elszorul a szívem, gondolom az önő is. Igen, hát a vásárlói igények miatt a tenyésztői, termelői, kereskedői dömping az elég erős ilyenkor, és hát élő ajándékot nem csak húsvétkor ajándékoznak az emberek, hanem karácsonyra, születésnapra, névnapra, mindenféle jeles napra. Tehát állatot úgy kell magunkhoz venni, hogy az állat egész életére gondoljunk, tehát egy nyuszi akár 3-4 évig is tud boldogan élni, egy kutya, macska akár 15-20 évig, és hát nagyon sokan nem gondolnak bele, hogy kell a tartáshoz idő, kell anyagi fedezet, és hát ugye kell megfelelő hely, ahol az állatot tartsuk. Ha most, hogyha ezek nincsenek meg, akkor az ünnepek, vagy éppen az ajándékozás után az állatok nem hogy örömet, meg boldogságot okoznak a családnak, hanem nyűg és teher a környezetben, és nagyon sokan a megunt állatokat, az unott terhet egyszerűen kidobják az utcára. Hát ilyen extrém példák vannak, hogy például a vízhalakat lehúzza a szülő a WC-n, vagy éppen a nyuszét, kutyát, macskát erdőszélén elengedik, és hát az embertől függő házi állat az ember nélkül nyilván életképtelen is elpusztul. És sokan nem tudják azt, hogy ha valaki kirak el, vagy kínoz egy állatot, az a 2004. évi 10-es törvény szerint állatkínzást követel, ami akár börtönnel is sújtható. Na most ez csak egy része, hogy állatkínzást követel, mert maradjunk a felelőtlenségnél, mert odáig el kell jutni, hogy megveszi az ember, örömet akar szerezni, csak borzasztó rosszul gondolja ezt az örömszerzést. Abszolút, hát ugye a vásárlási láz, ami az első probléma, a környezettudatosság mellett a tudatos vásárlói szokásokat is próbáljuk így fejleszteni az emberekbe. Mindig vásárlás előtt gondoljunk arra, hogy az állatot etetni kell, az állatnak hely kell, az állattal foglalkozni kell, szabadidő kell hozzá, és így lehet örömteli pillanatokat szerezni mind a családtagjainknak, mind önmagunknak, és hát sokszor az ember megveszi, azt se tudja, mivel kell táplálni, hogy kell tartani, stb. És hát ugye néhány hétig lehet, hogy szorgosan viszi, meg tisztítja a helyét, aztán a hetek, hónapok múlásával unott teherré válik az állat a családba, és ahhoz, hogy felelős állattartóvá váljon egy ember, úgy abban az esetben az állat egész életében kell, hogy gondolkozzon, tehát nem csak megvenni és aztán valamit csinálni, hanem meg kell tanulni előtte az állat különböző igényeit, a tartási módot, megfelelő felelős módon az állat egész életét le kell, hogy folytassa az ember, és úgy kell, hogy tartsa, ahogy az megfelelő. Meglehetősen sokat foglalkozik ezzel a témával a sajtó, a média, és ugye az is olvasható, hogy az állatkertekben, állatkultúrparkokban, mint például itt a közelben Miskolcon is, vagy akár a Nyíregyházit említhetném, nagyon sokszor szerveznek olyan programokat, amelynek keretében úgynevezett állatsimogatáson vehetnek részt a gyerekek, vagy örökbe fogadhatnak egy állatkát. Nem érződik valamiféle változás ennek hatására a felelőtlen állatvásárlás terén, visszaszorulása terén?
Hát egyre több az informált, tudatosabb ember, viszont nagyon sok még mindig a felelőtlen cselekedet, és hát nagyon nagy öröm, hogy a vadasparkok, állatkertek foglalkoznak a témában. Mindenkit arra buzdítunk, hogy élő állat vásárlás helyett, hogyha nincs megfelelő mód az állattartása, akkor inkább menjenek el egy állatsimogatóba, egy olyan közösségi térbe, ahol megismerhetik az állatok szokásait, erre ideális egy vadaspark, egy állatkert, és hát próbáljanak ott örömet szerezni a tráptagjaiknak, és a lakásokban pedig olyan ajándékokat vásároljanak az emberek, ami például törődést vagy éppen tartási minimumot nem igényel, például csokoládé, plüssmaci, játékok, számtalan más ajándékot lehet vásárolni. Én azt hiszem, hogy a legtöbb családban ez egy visszatérő jelenség, hogy amikor kicsi a gyerek, akkor elkezd nyígni kutyáért, macskáért, vagy valamilyen állatkáért. Ez szinte törvényszerű, hogy a gyerekeknél ez megjelenik az életükben, és nagyon nehéz következetesnek lenni a szülőnek, mert ahogy ön mondja, a felelős állattartás az olykor bizony szigorú nemet is jelent egy családon belül. Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy először mondjuk megveszünk egy plüssnyuszit, vagy plüsskutyát, plüsscicát, és azt eljátsszuk a gyerekkel, hogy hogyan és miként kell tartani, és az évek folyamán fölfejlődik a gyermek és a szülő kapcsolatából a gondolkodásmód. Nyilván, ahogy a gyerek idősebb, 5-6-7-8 éves korban már a családdal együtt tud akár egy saját élő állatot tartani, de csak abban az esetben, ha az állat egész életére gondolunk. Tehát ilyet, hogy szülőnap előtt gyorsan beruhanunk egy állattenyésztőhöz, és akkor veszünk egy kutyát, ez lényegében felelőtlen döntés. Önök most már régóta gyakorolják azt a megmentő akciót, nevezzem annak, hogy az ünnep utáni kidobásra ítélt nyuszikat megmentik. Hogyan? Igen, hát senkit se szeretnénk állatkínzásba belegondolni lényegében. Ha valaki úgy döntene, hogy abszolút nem tudja hova rakni a nyuszit, nem tudja visszavenni a tenyésztőhöz, nem tud semmit csinálni vele, semmiféleképpen ne dobja utcára. Szeged mellett van az Országos Állatvédő Egyesületnek egy állatvédelmi kis központja, és oda húsvét után egy hónapon keresztül be lehet hozni élő állatot, de hát igazából ez se végtelen lehetőség, hanem csak a legszükségszerűbb, a legvégsőbb esetben javasoljuk ezt a megoldást. Mindenféleképpen más alternatívákat javaslunk, például visszavinni a tenyésztőhöz, vagy éppen keresni egy olyan helyet, ahol tényleg a nyuszi megfelelő környezetbe kerülhet. Illetve nagyon fontos, hogy az állatok örökbefogadásával, vagy éppen befogadásával kapcsolatban az ebangyal.hu weboldalon lehet bővebb információt kapni. Ezzel azt is akarja mondani, hogy nem csak a szegediek, meg a Szeged környékiek vannak ilyen előnyös helyzetben, hanem az ország más területén élők is? Nagyon, nagyon sok állatvédő szervezet egyébként alapból elhatárolódik a ilyen jellegű befogadásokkal kapcsolatban. Hát mi próbálunk segíteni, de húsvét után maximum egy hónap áll rendelkezésre, hogy ezt igénybe vegyék az emberek. Hát akkor mondjuk úgy, hogy nyuszistop húsvétre, ugye, harsogjuk, hát hogyha eljut, meghallják, és megfontoltan vásárolnak, meg megfontoltan próbálnak örömet szerezni a szülők a kisgyerekeknek, mert hát elsősorban a szülőknek szól ez az intelem, a kisgyerek nem tud még felelősséget vállalni. Ő azt várja, hogy jöjjön az a tapsifüres az otthonába minél előbb, aztán, hogy hogyan tovább, arra már nem az ő feladata. Viszont a mi feladatunk az ilyen jellegű információkat továbbadni. Köszönjük szépen a tájékoztatást, reméljük, hogy talán megfontoltabban nyúlnak a pénztárcához a piacokon az örömszerző szülők. Abszolút, és mindenkinek minden jót kívánunk, és sok boldogságot, boldog ünnepeket. Köszönöm szépen, Serez Zoltánt hallották, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjét, elnökét.